Mindenkinek más elképzelése van, valaki kisbabát szeretne, valaki biciklit. Könyvszobrokat készítek, régi, úgymond már leselejtezett könyvekből, amik még jók, csak már valamiért kidobásra kerülnek. Ezeket magánszemélyektől vagy könyvtárból szoktam beszerezni. Motívumokat, szöveget vagy a kettő kombinációját is meg lehet csinálni. Többféle technika van. Van úgymondván a hajtásos technika, ezt megmutatom, ami lényegében úgy néz ki, hogy amikor be van szamárfülezve, akkor jön ki egy minta, itt például egy ilyen yin-yang kép. Van még olyan technika, ami úgynevezett ilyen árnyékolás technika. Ez ugyanúgy néz ki, mint a vágás, illetve a hajtás technika. Itt egy arckép van megcsinálva vele, illetve kettő. Ennek ugyanaz a technikája, hogy egy lap be van vágva, be van hajtva, és a második lap mindig csak be van hajtva, ezen nincsen vágás. És akkor lényegében így fog kijönni ez az árnyékolás technika. Én, amit szeretek használni nagyon, az a vágás, illetve hajtás technika. Ez úgy néz ki, hogy van egy könyv, például ezt megmutatom, be van vágva, illetve be van hajtva minden egyes lap. Különböző méretek, ezt a méretet ezt nekem egy program számolja ki. Úgy kell elképzelni a behajtást, illetve a vágást, hogy a könyv nem sérül olyan szinten, hogy ezt ne lehetne bármikor újra felhasználni, olvasni. Tehát nem vágok ki belőle darabot, mert ugye ki van hajtva, akkor ugyanúgy olvasható, ugyanúgy élvezhető bármelyik könyv. Egy rész nem hiányzik belőle, egy darab nem hiányzik belőle. Kint dolgoztam Németországban, Stuttgartba mentünk egyet kirándulni, szétnézni, és akkor ott volt egy ilyen kis utca, egy kis üzlet, és akkor láttam, hogy kirakadt be ezeket a könyvszobrokat, egy 80 éves bácsika csinálta. Be is lehetett látni, hogy csinálgatja, és akkor engem úgy érdekelt, hogy mi ez, és akkor az interneten jobban szétnéztem, így indult ez az egész. Magát a szöveget, azt már én szerkeztem rá, a programba be van táplálva, az adatok meg vannak adva, és akkor a program nekem kiszámolja, hogy melyik lapot, hol kell, és illetve mekkora távolságot kell bevágni egymáshoz, hogy ez ki fogja adni azt a képet. Ez a tulipán, ez egy egyszerű, ez körülbelül olyan 25-30 munkaóra, mire ez kész van. De ami már van szöveg is, ugye az több. Több, tehát itt lehet 40-50-60 munkaóra. Amire a legbüszkébb vagyok, az ez. Kettő motívum látható elején is és tetején is. Ez 60 munkaóra volt, mire kész volt, de van olyan lap, ahol 46-48 behajtás van. És picik, milliméteres vágások, milliméteres hajtások, ez körülbelül olyan 60 munkaóra volt, mire ez elkészült. Ennek van egy testvére is, azt már elvitték, csak annyiba különbözik, hogy az aljára még oda van írva, hogy Lilla. Tehát egy kislánynak ment, egy 9 éves kislánynak ment el, egy születésnapjára. Örült neki nagyon, hogy... Alapanyagban a könyv igazából kettő fontos szempont van, ami kell, hogy legyen. Egy az, hogy kemény borítós legyen, hogy amikor kész van, akkor az megálljon. A másik pedig az, hogy ne legyen benne fényes lap. Most mellékállásba csinálom, de szeretném főállásba itthon csinálni. Ez a távlati cél.